Jonathan, kérlek ne haragudj, hogy ilyen rondán írok, de annyira reszkett a kezem, hogy a tollat is alig bírom tartani. Miután reggel elmentél, furcsa émeig is vett erőt rajtam. Kimentem, hogy egy kis friss levegőt szívjak, és mire feleszméltem, már Carfaxben voltam. Dracula otthona megigézett. Olyan érzés volt, mintha visszatért volna, és ismét engem akarna. Amint ezt a levelet írom, érzem, hogy többé nem tudok ellenállni annak az erőnek, amely odavonz. Az első hajóval Erdélybe utazom. Érzem, hogy vissza kell mennem a kastélyba. Fogytán az erőm. Meg kell tudnom, hogy mi az ördög történik velem. Ne próbálj megkövetni! A jelenlétet csak megnehezíteni a dolgokat. Bocsáss meg nekem, Mina. Stuart, kedves barátom! Valóra váltak legsötétebb félelmeink. Ma reggel Mina egy őrült ötlettől vezérelve elutazott Erdélybe méghozzá egyedül. Úgy tűnik, Dracula visszatért. Légy szíves, nézz körül Londonban, és próbáld meg kideríteni, hogy vajon igaz-e a hír. Amennyiben igen, új szövetségeseket kell szereznünk, és ismét harcolnunk kell. Légy óvatos, és vigyázz magadra. Most rohanok, hogy utolérjem Minát. Mindössze pár óra előnye van. Remélem megtalálom még mielőtt túl késő lesz. Jonathan. Üdvözöllek, idegen, és te hozott szerény hajlékon. Remélem, nem bántott az a két vadállat. El sem tudom képzelni, mi ütött beléjük. Ne is törődj velük, későre jár, és bizonyára hosszú út áll mögötted. Foglalj helyet a tűzhelynél, és melegedj meg. Ha bármire szükséged van, én a konyhában leszek. Kérlek, lazíts, érezd magad otthon. Hölgyem, el kell jutnom a kastélyhoz, amilyen gyorsan csak lehetséges. A kastélyhoz? Hát már későre jár. Az út hosszú és veszélyes. Minden bizonnyal fáradt vagy. Ma éjszaka már ne indulj el a kastélyhoz. Elkészítem a szobádat, és holnap majd mindent megbeszélünk. Holnap már túlságosan késő lesz. Most azonnal indulnom kell. Tényleg menned kell? Ma van Szent György éjszakája, amint az óra éjfél tűz. A gonosz teremtmények elözönlik a földet. Tudod te, hogy hová készülsz, és mi vár ott rá? Maradj itt az Isten szerelmére, ne menj! A kastélyba szeretnék menni. Melyik a legrövidebb út? A régi kastélyhoz? De hát ott már nem lakik senki, mióta a gróf eltűnt. Mi keresni valód van ott, idegen? Most nincs időm magyarázkodni, de mindenképpen el kell jutnom a kastélyhoz. Akkor is várnod kell reggelig. Az út tele van csapdával. Olyan veszélyekkel kell szembenézned, amiket el sem tudsz képzelni. Jobban teszed, ha itt maradsz és megiszol velem egy italt. Nem lehet. Élet-halál kérdése. Ahogy óhajtod, ifjú barátom, próbáld meg a régi hidat a fogadó mögött, de előre megmondom, hogy nem lesz sétagalop. Tényleg ez az egyetlen út? Minden esetre ez a leggyorsabb.
Istenem, nem kellett volna megérintened azt a tárgyat! Most aztán végleg elhagyott minket a szerencse! Vigyázz, te még nem tudod, milyen szörnyű erőkkel van dolgod! Ez Dracula, maga az ördög! Dracula. Van ennek valami köze a grófhoz? Dracula annyit tesz, mint a sárkány fia országunkban. Erdélyben a sárkány rendkívül gonosz teremtmény. Káoszt és teljes pusztulást okoz. A sárkány a pokol kapuinak őrzője. Találtam egy csúzlit a keresztlábánál. Egy csúzli mindig jól jön. Jó hasznát veszed a vadászatnál és a halászatnál. Én madarakra szoktam vadászni a tónál. Az öreg tölgyfán szoktak tanyázni. Ott mindig rengeteg madár van. A kereszten is volt egy madár. Keresztre feszítették. Ó, azok a szörnyek. Biztos vagyok benne, hogy Fiorel és a bandája tette. Ők Dracula pokoli serege, ettől egyik vérszomjas vadállatok. Ami engem illet, én élelemért vadászom. Ők azonban áldozatokat keresnek. De vajon mi az ördögöt akarnak? Egy ideig nem láttuk őket, mostanában azonban újra megjelentek. Amikor a köveket tettem arrébb a temetőben, egy furcsa gyűrűt találtam. A helyet egy rejtélyes kék fény világította meg. Láttad a kék lángokat? A kék lángok csak akkor jelennek meg az éjszakai égbolton, amikor a démonok letépik láncaikat. Ezen a vidéken nincs ember, aki ma éjszaka kimerészkedne a házából. Még akkor sem, ha a kék lángok által jelölt helyen kincsek vannak elásva. Kincsek? Gyermekkoromban a nagymamám mesélt a támadásokról, amelyek évszázadokon át fenyegették az országunkat. A föld szinte minden négyzetcentiméterét emberi vér áztatta. A megszállók azonban szinte soha nem találtak semmit. A földművesek inkább elásták értékeiket, semmint hogy hagyják, hogy azok barbárok kezére kerüljenek. Azt is beszélik, hogy a kincs megvan átkozva. Vidd innen azt a gyűrűt.
Ezt ismerem. Ez a furúja azoké a banditáké volt, akik korábban itt ültek. Meg tudod nekem mondani, mi célt szolgál ez a hangszer? Sokat kell még megtudnod a gonosz szolgáiról. Ezt arra használják, hogy egymást hívják. Különböző dallamok segítségével kommunikálnak egymással. Szóval ez a csata kiáltásuk. Nem tudod, milyen dallamot szoktak játszani? Megfigyeltem őket. Ügyet sem vetettek rám. Azt hitték, részeg vagyok, de nekem legalább egy tucat ital kell ahhoz, hogy berúgjak. Emlékszem a dallamra, amivel egymást hívják. Ez volt az. Tudtad, hogy ez a hangszer azé az emberé volt, aki meglökött téged, amikor elment? Légy óvatos! Nem szabad, hogy megtalálják nálad ezt a furuját, máskülönben komoly bajba kerülsz. Vajon mire használták ezt a hangszert? Egyik nap, amikor a padláson voltam, láttam őket a híd közelében. Az egyik ember egy dallamot játszott, egy másik pedig egyenesen felfelé mutatott. Nem tudom, hogy megláttak-e, de rögtön ezután elmentek. Ígérünk leesett, és leütötte Jordát. Viorel örjöngeni fog. Sürgősen le kell mennem, hogy bezárjam az ajtókat. Isten óvjon!